arra gondoltam, hogy rizskokot készítünk. Szerintem ez senkinek nem lesz újdonság, talán egy picit technikailag, hogy tényleg hogy lehet elkészíteni egy jó kis habos típusút, és hát nem tudom, ti hogy nőttetek fel, de én úgy, hogy Málnaször felocsoltam meg a nagymamám, zárójel, legalább házi készítésű volt, de én magába is nagyon szeretem enni. Szóval a rizst azt egyébként átmostam, ez fontos, méghozzá azért, mert egy picit ilyenkor a keményítőtől megszabadítjuk, és sokkal könnyebben megfő. Egyébként egy kerekszemű rizst használtam, és ugyanannyi vízzel felöntöm, és addig főzöm, még meg nem szívja magát. Ha megszívta magát, pont bepakoltam a mosogatógépbe, és nem égett le, akkor jöhet a tej-tejszín keverék, egy pici vanília, átkeverjük, alacsonyra vesszük a lángot, és hagyjuk, hogy megfőjön. Tényleg ilyen bonyolult. Körülbelül ezt egy 20 percig főztem, most már szépen megpuhultak így a rizszemek, de egy picikét ugye még tocsog. De nekünk erre szükségünk van, hiszen még ugye bekerül a sütőbe, és nem szeretnénk, hogy száraz legyen. Úgyhogy kell ez a mennyiségű folyadék, most kiöntöm. Ha nem látnál senki, most kiöntöm. Na de ezt azért kell, hogy kihűljön, hiszen még ugye tojás is kerül hozzá, és nem szeretném, hogy rögtön megfőjön. Ameddig ez pihen és hűl, addig megcsináljuk helyből a kis tepsinket. Szokásosan kis puha vajjal, meg a zsírpapírral körbekenjük, és ez ugye azért van, hogy ne tapadjon le, úgyhogy nyugodtan bő mennyiséggel használjuk a vajat, ne spóroljunk, és búzadarával. Na ezt viszont a nagyitól tudom, hogy összerakom itt a családi dolgokat. És búzadarával béleljük ki. Nem tétlenkedünk, úgyhogy a tojásfehér is felverjük önmagában. Ezzel fogjuk ugye még lazítani a rizskókot. Először alacsony fokozaton, és hogyha megtöri, akkor utána, hogy minél habosabb legyen, utána lehet emelni majd a fokozatot. Nézzünk csak rá erre a rizsre. Ugye lehet szépen látni, hogy miután kihűlt, azért akkor már így összeállt, tehát még felszívott ugye a nedvességből. Jöhet egy picike kis só, ugye kompenzáljuk majd azért az édességét, mert azért alapvetően egy picit a rizs is édes, meg a vanília is édesít, és akkor ugye jön a cukor is, még az is. Ugye a rizsnél oda kell figyelni, azért kezdem el egyébként mindig vízzel, mert ilyenkor kvázi így ugye felpuhítja a rizszemeket, hogyha ha csak tejjel meg tejszínek készítitek, akkor sose fog megfőni, tehát hogy az egy kizárt dolog. Jöhet a vaj, ugye ez ízbe is hozzájárul, fényesíti is egyébként, és jöhet a citromnak a héja, az mindenképpen, ugye kezeletlen szokás szerint, mert nem szeretnénk vegyszert tenni. Vaníliás citromos rizsillat van. Tudod mi, tegyük bele a citromlevét is, az sose árt. Jöhet a tojássárgája. Jöhet a fehérje. Két részletbe adjuk hozzá, hogy ne törjük össze, hiszen most lazítani szeretnénk. És lapátoló mozdulatokkal szépen alá keverjük. Maradék. Minden cseppje számít. Uh-huh. 170 fok, előmelegített a sütő, körülbelül 30 perc. Elég komoly itt ez a citromos vanília illat. Na nézzük meg. Nézzük meg, hát nyilván láttam, azért merem kivenni. És itt van. És itt van az eredeti verzió is. Mert ugye ezt szerettem volna kitálalni. Na, ilyenkor nem nyúlunk hozzá, megvárjuk még kihűl, és utána fogyasztható.